És ha már könyv, akkor gondol a gondolatot szül a lapon. Itt van velünk Dési János, aki szintén írt egy könyvet. Szevasz! Sziasztok! Jó reggelt! Hát mondanám, hogy írtál rólam egy könyvet, vagy velem kapcsolatban, de akkor a Robi rosszul érezné magát. A Robi benne van? Szerintem a Robi lehet, hogy nincs benne. Köszönöm. Na hát, akkor lesz, hogy a pikóval. Akkor de most mindjárt ki mondtam azok a, úgyhogy most elnézést is kérek tőlem, mert mondtam, hogy azok a barátaikoknak elsősorban megsértődni, mert sokan megkérdezik, hogy kiszerkeztem a kollégáimat, akkor hány újabb ellenséget szerzek, és azzal szoktam elütni a kérdést, hogy valószínűleg azok sértődnek meg, akik kimaradtak belőle, és hogy bocs, Robi, de majd jóvá teszem. De hogy? Hát, hogy a második kötet kiegészítés. Szépen gyúlnak a kiegészítések, mert ebben a Sajtostó a házban című könyvben a kollégáimmal megesett történeteket gyűjtöttem egybe, de hát ezek nagy része szájhagyomány útján terjedt természetesen, és nem mindenki ugyanúgy emlékszik, ahogy én. Úgyhogy rengeteg ilyen múltban elsüllyedt kollégám hív fel, nem is úgy volt, ő másképp emlékszik szerinte, nem is azt mondta neki, úgyhogy gyűjtögetem a kiegészítéseket, és akkor egy igazi eredeti pálinkászus történetet is. Igen, tehát hogy például ott van Tőke Péter legendás értekezletei a Blikk című újságban, amikor 1994-ben elakult, minden szerkesztői bizottsági ülésen, vagy szerkesztőségi ülésen, ami reggel volt, és éppen ő volt a lapszerkesztő, elmondta, hogy én vagyok a magyar újságírás alfája és omegája, benne vagyok minden annaleszben és évkönyvekben. Ezt a légetivel nagyon sokszor... Benne van ebben a kötetben egyébként, még mint reform idejével. Ez a 80-as évek vége volt, amikor Lósz Károly volt az MSZMP főtitkára, tehát mondjuk ő volt az akkori Orbán Viktor, hogy a fiatalok kedvéért hasonlattal éljek, és a Reform nevű reformlap egy közlemény kutatást hirdetett az olvasók körében, hogy ki a legnépszerűbb ember Magyarországon, politikus, és hát nem fogjátok elérni, mi derült ki. Pozsgai. Nem, az, hogy Grósz Károly az első, Király Zoltán lett a harmadik, Pozsgai a második, és Grósz Károlyt hirdették ki elsőnek az évemberének a reformmódra, csak aztán később jelentkezett az olvasó szerkesztő, még egy kollégám, akik azt mondták, hogy nagyon jó, Grósz Károly nyert, ő lett hirdetve, de picit csalni kellett, és meghamisították az eredményeket, és így jött ki az MSZMP főtitkára első helyre. Mert egyébként... Úgyhogy Tőke Péter benne van ebben a könyvben ezzel a történettel. Aha. Mert egyébként lehet tudni, ki nyert volna, Király Zoltán vagy Pozsgai? Lehet tudni, igen, de most ezt így hirtelen erre nem emlékszem. Ez kiderült, nagyon alapos tényfeltárást indított a Nyilvánosság Klub. Az egy alap egyik szerkesztő egyébként nem őt Pál fordult a Nyilvánosság Klubhoz, és aztán volt kivizsgálás, de hát mindegy, Pozsgai aztán megbukott. És ráadásul a szavazatok el is tűntek, most mondták, hogy nagyon sok szavazat érkezett, de hát persze sokkal kevesebb volt, és mikor mondták, hogy mutassák meg, azt mondták, hogy a fotós elvitte lefényképezni őket, ez volt a Tőke Péteri válasz, úgyhogy... Hogy kerültek a birtokodba ezek a történetek? Tehát, hogy ezek első kézből származottak, vagy olyanok, amelyeket te is hallottál másoktól? Tehát, hogy saját gyűjtés, kollektív tudat... De nem, kérdezem tényleg. De te csalsz, hiszen te is tudod, hogy például veled is készítettem interjút. Az igaz. A hozzátartozik a könyvhez, hogy de azt hiszem, hogy csak velem. Nem csak veled, hiszen ott volt a Színás is, Anyi, a Rangos Kati is, sőt, még Sándor Kata is ott volt, együtt beszélgetni. Igen. Szegvári Katival kezdtünk neki ennek a könyvnek, és rengeteg interjút szervezett nekem, beszéltünk Vitrai Tamással, Kepes Andrással, Szinetár Miklóssal, Vágó Pistával, ő írt az utószót is a könyvhöz, tehát ő rengeteg, főleg régi tévéseket, vagy tévéseket szervezett nekem, tehát sok emberrel beszéltem, volt, amire én emlékeztem, volt, amire én emlékezni véltem, és hát vannak azért régebbi történetek is benne, amit könyvtárból szedtem elő, meg aztán voltak ilyen nagy anekdota mondók, mint Farkas Zoli barátom, aki nagyon sokat segített, vagy Benda Laci, aki nagyon sok történetet mondott, tehát volt, hogy mit ültünk Farkas Zolikkal, utaztunk valahova, ültünk egy kocsiba, és akkor mondtam, hogy na most akkor egész úton meséljenek, és akkor kénytelenek voltak mesélni, meg igyekeztem megjegyezni a dolgokat, meg hát számtalan volt munkahelyem. A népszava története, a mélységes megrendeléssel fogadta. Igen, az benne van az a történet, így van, hogy 1953-ban Sztálin halála előtti nappal a mélységes megrendeléseit, mélységes megrendeléssel jelent meg, és a
szerzőt, egyébként a Gumi könyvek íróját elvitte az AVH, és 6 hónapig majdnem letartóztatva. Nem is elvitte, hanem ő maga ment jelentkezni. Nem. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt az újságszámot begyűjtötte az akkori AVH, úgyhogy nagyon kevés maradt meg belőle. Például a másik nagy adatközlöm, aki sokat segített, Murányi Gábor, neki van egy a tulajdonában, de a Népszava archívumában, ahol megvannak ugye a lapszámok visszamenőleg szinte mind, ezt az újságszámot kivágták. Egyébként Népszava történetből a nem ennyire távoli múltból nagyon sok történet van Fenyő Jánosról, aki a 90-es évek végén a Népszavát is tulajdonolta, és egy nagyon furcsa, nagyon különleges ember volt az újkori magyar kapitalizmusnak egy nagyon, azt hiszem, talán jellegzetes figurája, úgyhogy róla jó pár történetet írtam ebbe a könyvbe. Róla ki volt az adatközlő? Ki nem mond? Robira szóltam, bocsánat. Nem. Ugye, miután én ott dolgoztam, elég sok minden. Tudtam, ebben vannak kedélyesebb történetek is, amikor egy reggel Fenyő János rosszul lesz mellettem a WC-ben, mert szivarozik, és hát ez hozzátartozik, hogy egy jó 2 méter magas, meglehetősen feltűnő ember volt, jellegzetes arcszerzettel, és igen gyakran fegyveres testőrök kísérték, tehát nem lehetett eltéveszteni. És hát ott áldogált mellettem a WC-ben, nem volt nagyon jól, és egy szivar volt a kezében, és a darabig próbáltam úgy tenni, mintha hát nem venném észre, de hát mégse lehetett, és nem pontosan tudtam, hogy a spanyol etikett mit ír elő arra az esetre, hogyha az uralkodó mellette lép, már rosszul lesz. Megkérdeztem tőle, hogy jól vagy-e, mondta, hogy hát annyira azért nem. És amelyik felvettük a beszélgetés vonalát, akkor mondtam neki, hogy nem lehet, hogy a szivar miatt van, azt mondta, de lehet, és én oktatóval megjegyeztem neki, hogy talán akkor nem kéne reggel szivarozni, és azt felelt, hogy de muszáj, a tekintély véget, mondta. És hát vannak persze róla komolyabb történetek is, hogy a postabank bánik körül mi történt, és hogyan próbált ő elérni, hogy mi szerezzünk adatokat a postabank pánikról, tehát vannak komolyabb történetek is, és ez van nagyon szomorú történet is róla aznak, amikor meggyilkolták egész közel egyébként a székházhoz. Akkor hát az első döbbenetünk után, amikor felocsottunk, hogy mi történt, akkor valahogy tudod, megy tovább a ver, egy újságot kell csinálni, és hát nem lehet, hogy ne tegyük ki a címlapra. És én kerestem egy képet róla, amit kiteltünk a címlapra, amin fehér zakóba volt, és a szkenneres azt mondta, hogy szerinte valaki a saját halálát a saját lapjában fehér zakóba mutassa meg, ő azt átfesti feketére egy pillantás alatt, és át is színezte a képet feketére, tehát hogy fekete zakóra a Fenyőjét, közben viszont az MT elkérte tőlem a képet, odaadtam nekik, a papírképot még akkor nem e-mailen küldtük, csak elfelejtettem szólni, hogy a képe, a mi képünkre már fekete az zakó, úgyhogy másnap a lapokban két színű zakóban jelent meg ugyanaz a kép. A Népszava címlapján Fenyő fekete zakóban volt, és az összes többi újságban pedig fehér zakóban volt a közleményben. Szóval ilyen és ehhez hasonló történetek a könyvedben. Ezt jól összefoglaltad, igen. Köszönjük szépen, János. Még egy könyvben benne a pálinkás. Igen, haszonnal forgatjuk majd, mert hogy nincsen benne a pálinkás. Sajtóztul a házban, ne felejtsétek el. Nem. Oké. Okay. Szia. Sziasztok. Majd második kötetnél beszélünk, jó? Azt nem tudom, hogy... Kihagytál, meg elfelejtetted, mi? Dehogy felejtetted? Én nem tudom, hogy én miről meséltem. Szerintem az a... Biztos, tehát, hogy annyi jó történetünk volt, közös történetünk. Jó, hát mindegy. Katia Attila kezicsókolom, meg ezek. Figyelj, majd azt csinálom, hogy megnézem a névmutatót, és ha nem, akkor kiderül, hogy elhagy.